Simicska Lajos a saját plakát helyeire írta fel, hogy mit gondol a miniszterelnökről. Ugyanezeken a felületeken a jobbik is plakátolhatott, méghozzá az állami számvevőszék szerint a piaci árnál jóval olcsóbban. Márpedig a pártok nem kaphatnak a piaci ár alatt plakát helyeket, mert az tiltott támogatásnak minősül. Az ÁSZ úgy számolt, 331 millió forint jogtalan előnyhöz jutott Simicska Lajos támogatásával a jobbik, ezt a pénzt pedig vissza kell fizetniük, sőt, jövőre ennyivel kevesebbet kapnak. A Jobbik frakcióvezetője tegnap azt mondta, ha elvesznek tőlük 660 milliót, nem tudnak elindulni a választáson. Az ehhez szükséges pénzt a Jobbik gyűjtésből próbálja előteremteni. Vona Gábor pedig Simicska Lajos plakát helyei a milliárdos tulajdonában lévő hírtévében üzent Orbán Viktornak. Hát ide figyelj Viktor, te korrupt zsarnok, hogyha azt hiszed, hogy én félek, vagy mi félünk tőled, akkor nagyon tévedsz. Sem én nem félek tőled, sem a Jobbik nem fél a Fidesztől, és azt látom és azt tapasztalom, hogy az emberek sem félnek a Fidesztől. Neked kell félned. 2017-ről azt hitted, hogy a lázadás éve lesz, de tévedtél. 2018 lesz a lázadás éve, és az emberek a kormányváltó emberek el fognak söpörni téged, és el fognak számoltatni téged, hogy ugye erre készülj. A miniszterelnök sajtóstábjának vezetője kérdésünkre azt írta, reménytelen helyzetükkel küzdő pártelnökök kétségbe esett nyilatkozataival Magyarország kormánya nem kíván foglalkozni. A Jobbik szerint a Fidesz és a kormány szabadította rájuk az állami számvevőszéket. A Fidesz szóvjója ezt tagadja. Az állami számvevőszék a rávonatkozó jogszabály, jogszabályok alapján működik, és ennek az ügynek csak egyetlen tanulsága van, hogy mindenkinek, így a jobbiknak is be kell tartania a pártokra vonatkozó jogszabályokat, törvényeket. A számvevőszék szóvivője tegnap az RTL híradó kérdésére azt mondta, egy hatóság bejelentésére kezdtek vizsgálódni. A Jobbik továbbra is azt állítja, piaci áron bérelték a plakáthelyeket. Állítólag ez benne van az ásznak átadott dokumentumokban is, de hogy pontosan mi volt az ár, azt nem árulják el. Az együtt szerint a Fidesz 2014-ben ugyanúgy olcsón jutott plakát helyekhez a miniszterelnökkel, akkor még jó barátságot ápoló Simicska-Lajostól, mint most a jobbik, ezért feljelentést tettek. A kormánypárt szerint a 2014-es kampányköltéseiket már vizsgálta az ÁSZ, és mindent rendben talált. A számbevőszék szóvivője azt mondta: Ha az ügyészség nyomoz, újra előveszik a dokumentumokat. Minden ilyen jelzést, minden ilyen kockázatjelzést a csatolt dokumentumok bizonyítékok alapján az állami számvőszék kivizsgálja és értékeli. A Fidesz 2010-es plakát kampányával kapcsolatban a szocialisták korábban feljelentést tettek, az ügyészség azonban még augusztusban elutasította, hogy ez alapján nyomozás induljon. Arra hivatkoztak, hogy a párt gazdálkodásában semmilyen gyanús dokumentum nem volt. Kéri Barnabás, Ertel Híradó, Budapest.